A vállalkozások fejlesztésében alkalmazható gyakorlatias, interaktív előadásokat hallgattak meg a jelenlévők. A főbb téma pedig a sikeres online jelenlét, illetve a hatékony weboldalak bemutatása volt. Ezen üzleti találkozókat így az értékesítés, az ügyfélszerzés köré építettük, ez a mai is erről fog szólni. Kifejezetten egy jó honlap mikéntjét, összeállítását fogjuk boncolgatni szakértő kolléga közreműködésével, tehát azt kell látni, azt tapasztaljuk, hogy pláne egy induló vállalkozásnak rendkívül fontos az, hogy az online térben megjelenjen. Egy jó honlap az nélkülözhetetlen, és azt fogjuk megnézni, hogy mitől jó egy honlap. Nagyon sok összetevője van, színek, szövegek nagyon fontos, kapcsolati pontok, tehát elérhetőség, és egészen ugye a vizuális megjelenés, a tartalmi összetevők, mit, hova helyezünk el, tehát ez nagyon összetett. Alapvetően azt tudom mondani, éppen most is az érkező vendégek már kérdezték, hogy hogyan tovább, örömmel mondhatom, hogy folytatni fogjuk. Nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk, kifejezetten így az üzleti találkozó vonatkozásába, de egyébként az egyéb kamarai események kapcsán is, úgyhogy szerintem havi rendszerességgel folytatni fogjuk ezt a találkozót. Körülbelül 15 vállalkozás jelezte részvételi szándékát, ez változó, tehát volt, amikor többen voltunk, általában ez a 15-25 fő szokott megjelenni a rendezvényeken, de nem gondolom, hogy ez probléma, hiszen egy kis csoportos vagy egy kvázi kevesebb létszámú rendezvénynél sokkal interaktívabb tud lenni az esemény, sokkal többet tudnak tanulni a résztvevők az előadótól is, ugye a szakértőtől, vagy akár egymástól is, úgyhogy ez szerintem nem minősíti az eseményt. Azt gondolom, hogy mindenféleképpen hatékony. Informális adatgyűjtést folytattunk, voltak már eredményei így az üzleti találkozóknak, együttműködés, beszállítói kapcsolat már létrejött, és azt gondolom, hogy ennek okán folyamatosan jönnek új vállalkozások az eseményre, és bízom benne, hogy ez a tendencia a jövőben emelkedni fog. Válóczi Károly marketing mentor interaktív előadása azt mutatta be, hogyan legyen vonzó és hatékony weboldala egy vállalkozásnak. A mai előadás fókuszában a céges vállalkozói weboldal lesz. Megnézzük, hogy milyen fontos jelentősége van, hogy legyen egy vállalkozónak egy weboldala, egy cégnek egy weboldala. A gyakorlati tapasztalatomból mondom, hogy több olyan weboldala találkozok vállalkozói céges weboldalakkal, amiket nagyon-nagyon fontos lenne aktualizálni, fejleszteni. Legfőképpen azt a hiányosságot látom legtöbbször, hogy nem a célközönségüknek szól a weboldal, és ráadásul még a legtöbbször elavult is. Milyen a jó honlap kérdésünkre adott választ a szakértő? A célközönségnek szól, tehát a vállalkozásnak a célközönségéhez szól, mindenképpen átlátható, könnyen kezelhető, modern, telefonon jól olvasható, tehát responszív legyen, ugye így nevezik szakszerűen, illetve minden olyan problémára megoldást találjon az ügyfél, az érdeklődő vagy látogató, amire szüksége van, megtalálja megoldást rá a problémáira. Design szempontjából is több lehetősége van az ügyfeleknek. Olyan a cég arculatához igazodó színeket kell ott is választani, tehát az egész megjelenés az egységes legyen. Tehát a névjegykártyától kezdve a szórólapok így, és a weboldal is akkor egységes kinézetű legyen, illetve legyenek olyan színek használva, például a gombok szín az eltérő színű legyen, hogy ugye könnyen megtalálja és rákattintson a látogató. A webáruház üzemeltetéséhez több feltételt kötelező betartani. Meg kell felelni ugye az adatkezelésnek, adatvédelemnek, illetve hát ugye mostanában a GDPR-nak is szigorúan meg kell felelnie. A webshopoknak mindenképpen ugye kell tartalmazni ASF-et, tehát a szerződési feltételeket, tehát visszaküldésre, áru visszaküldésre, megfelelő nyomtatványokat, tehát tájékoztatni kell az ügyfelet, hogy el tud állni például a vásárlástól. Egyre többen használják a bankkártyát, tehát már nem egy ilyen ördögi dologtól való
a bankkártya használat. Igen, fel kell tüntetni nyilván, hogy akkor hozzájárul ehhez a fizetési módhoz. Az elmúlt időszakban számos vállalkozói fórum, tájékoztató előadás valósult meg. A cél a vállalkozások közötti kapcsolatépítés, együttműködések létrehozása, valamint a partneri összeköttetés elősegítése volt. A program a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával a VF445-2023 TMKIK azonosító számú projekt keretében valósult meg.